Tóth Balázs vagyok, egy Borsod megyei kis településről érkeztem, Zubogyról. Ott kezdtem el a pályafutásomat 5 éves koromba, aztán Kazincbarcikára elkerültem, ott mezőnyjátékosként fociztam először, aztán 8 éves koromban ugye apukám is és unokatestvérem is kapus volt, aztán ki szerettem volna én is próbálni ezt a posztot, aztán az edzőm először hallani sem akart erről. Aztán az egyik edzésre megérkeztem úgy, hogy teljesen kapus ruhában voltam minden kesztyűvel, és mondta, hogy jó, akkor próbáljuk meg. Aztán utána a gólvonalon ragadtam. Az lesz a legfontosabb, hogy én próbáljam majd hergelni őket, próbáljak nekik segíteni mindenben. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.